השיעור מבוסס על סדרת ספרי זוהר לעם. ניתן להוריד את הספרים באתר קבלה לעם, kab.co.il, או להזמין... או לצקוס וואר כמיד, או לא פול. 509-209. או מנקוב קיבל רזוית, תשיט לתאות את... הלו, מנדנקינק מזוהר, מנדנקינק קיימבר, רובשו. עמוד 145, כותרת הבחירה... או יוי, שקור נוסליס, ברובשו. ספר זוהר לעם, פרק טוב ורע, עמוד 145. אז אין בנקודות ואלוסטאז' זוהר, מנקינק צעד יוצא נשפונט, יואי שגונוס נגצר. אמרו לו החברים... אז אין בנקודות ואלוסטאז' צעד יוצא נשפונט. למה כל זה? כלומר... בוא נעתו פריק עושה את נקי, מירה ולו מנדז, אז אז... עוד אין במקטנט שקו תאייש אירטלמה, אז המקוואלטאז' איש תוריש קורקטיירה מנקוזיק. Akkor mire való mindez? Nem lett volna jobb rögtön, nem megteremtene a dupában a sötétséget, és az embert azonnal büntelenül létrehozni. Rabbi Simon azonban azt válaszolta a barátainak, hogy ez nem így van, ez azt jelenti, hogy a teremtő megteremtette a jó és a gonosz hajlamot, amely a sötétség és a világosság. Hogy valóban Adamnak a briában létrehozott bűne megnyilvánulhat. És Ádám mind a fény, mind a sötétség által lett megteremtve, amiről az írás mondja, hogy lásd, hogy én beállítottam neked még a napjaid előtt, hogy választod a jó között, és a halál és az élet között. Ez azt jelenti, hogy választani tudja az ember, választani tudjon a jó és a gonosz között, és ennek megfelelően fölének legyen a bűnének. Ezek azt választották, mire való mindez? Nem lett volna jobb, nem a sötétséget megteremtette, és akkor nem kellett volna az embert semmilyen módon megbüntetni. Azonban ez a törések, amik meg, ezek pontosan a bűnből következők jöttek létre. Min adin haya lo livro oto beor... 181-es pont, és erre azt mondta nekik, hogy valóban helyes volt megteremtve a sötétséget és a fény, mert a tóra, amely az ember számára megteremtve a bűnösséget és a jutalmat hordozza magában, és az igazak, ahogy írták, ők nem fognak semmilyen jutalmat és büntetést kapni Ádámnak a beriában lévő részétől függetlenül, amely magában foglalja a sötétséget és a fényt is. Azonban Ádám nem a szemétnek volt, és nem az a szemétből volt megteremtve, hanem azért, hogy ez megformálja Ádámnak a viselkedését is. És a világ nem a káoszra megteremtve, hanem, és nem a sötétség és a bűnösségre, hanem a tóra és az igazak, tehát az igazaknak a korrekciára megteremtve, hogy ők elnyerjék a jónak a jutalmát. És mivel a teremtő és a tóra egy, ezért annyiran, hogy az ember nem képes még a fényt és a sötétséget megteremteni, amely tulajdonképpen a jó és a rossz közötti választásban nyilvánul meg, és a jutalomnak az elnyerése csak akkor lehetséges, hogy az ember a Tórán keresztül szerzi meg ezeket, amely pedig az igazak számára tárul föl kizárólag. A barátok pedig azt válaszolta neki, hogy mi ide, hogy világos a számunkra, hogy a teremtő nem teremt valamit, amire semmi szükség nincs. Rav. Mi ez, ami ebből a választásból előáll? A törésből és egyéb dolgokból. Mi az, ami előáll? Honnan kerülnek ezek a dolgok elő? Tehát mi az, amit pontosan összegyűjtünk, azáltal, hogy ezt a választást megtörténik. Tehát ahelyett, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes alkalommal csak a jót érezzük, ugye nyilvánvalóan. Tehát mondjuk itt van a mi világunk, ez teljes egészében kapni akarás, ő magának akar megszerezni, igaz? Igaz. Mi azt érezzük, hogy valóban egy bizonyos fajta természettel vagyunk megáldva, amelyet így van megadatva nekünk, és valójában azt érezzük, hogy van jó, meg rossz, de érezzük a szabad akaratunkat is valamilyen módon. Tehát mi akkor, ami hiányunk van a mi világunkban? Mi az, ami igazából, milyen fajta szabadságra van szükségünk, vagy lenne szükségünk mindent? A spiritualitásban nyilvánvalóan ezek mind a rosszhoz tartoznak, és valójában a jóhoz is tartozhatnának. Itt azonban látni kell, hogy a rossz közötti váltás mit jelent.
De milyen fajta jót kaphatnánk ebből a balamabból, tehát... Tehát nincsen választásunk mindez, tehát valóban a mi számunkra... Manapság ez a választás megadatik. Na, tehát nagy arav. Bőrsapoltatja őket egyet. Adj nekem választ, kapjunk egy választ arra, hogy Ádám miért tekinthető úgy, hogy a jó és a rossz közötti döntés megnyilvánítója a spirituális szinten. És nem ennek a világnak a szintjén, amely teljes egészében rossz és negatív. Mi az, amit nekünk meg kell szereznünk, mi az, amit hozzá kell adnunk önmagunkhoz annak érdekében, hogy mi valóban meg tudjuk vizsgálni a spirituális munkát, a jót és a rosszat ebben a világban. Na, gyerünk! Azáltal, hogy megtörténik születik a szabad választásunk, valóban elérhetjük a függetlenséget, és ugyan tudattalanok vagyunk még annak ellenére is, hogy ezt nem értjük teljesen pontosan, tehát én érezzünk kell ezt a szakadékot, hogy eljutunk az a ponthoz, amely valami független pont. Itt van a jónak és a rossznak egyfajta tudása, amely bennünket az igazság útjára léptet rá, és a keserűnek és az édesnek a döntését tudjuk meghozni. Tehát a szabad választásra azon is múlik, hogy valóban egy olyan területre érünk, ahol nem ér ebben a teremtőben felsa. A jó és a rossz, amely nekünk egy lehetőséget ad tulajdonképpen arra, hogy a dolgokat pontosan tudjuk megvizsgálni, hogy megadja nekünk a lehetőséget mindez arra, hogy meg tudjuk különböztetni a sötétséget és a fényt, hogy megadja nekünk azt a független pontot, hogy valóban kutatni tudjuk a jót és a rosszat. Következő srác. Így van, tehát nekem a jó és a rossz közötti döntés így nyilvánul meg. Nincs más választáson, nekünk a jó és a rossz között kell választani, a bal is a jobb között. Ez azt jelenti, hogy nekünk el kell jutnunk ahhoz a ponthoz, hogy valóban itt tudjunk előadni. A jó és a rossz, valóban egy állapot, amely szabad választást adja meg nekünk minden egyes pillanatban, és ilyen módon képesek legyünk a környezettel együtt adakozni a teremtő irányába, és ezáltal valóban a helyes választást tudja megragadni, és így előadni. A bestiális szinten van adás, ezt egy Ádám szintjén adok előre. Tehát a jó és a rossz választása azt jelenti, hogy mi a különbség a jó és a rossz között, amikor megvizsgálunk ebben a világban, és a jó és a rossz közötti vizsgálatban, a spirituális világban. És a jó és a rossz, amikor én valóban a klipák uralma alatt vagyok. Tehát ez a három kérdés. Te minden egyes állapotban meg tudod vizsgálni, milyen jó, milyen rossz. És mi a különbség? Mi ennek a vizsgálatnak a lényege a klipákban, ebben a világban, és a spirituális világban? A jó és a rossznak a vizsgálata a mi világunkban az azt jelenti, hogy hogy a kapnakarás irányába vizsgálok meg mindent. Ez a édes, hogy keserű nekem. Te jó és a rossz közötti különbség, spirituális értelemben a teremtés céljára irányít bennünket. Ez az én mértéke, az én előadásomnak a mértéke. És így kell a teremtés célja felé előre haladnom, lépnem. A jó és a rossz tudásának a fája, a jó vagy a nem jó, az azt jelenti, hogy valóban az adakozás felé kell ellépnünk, vagy ki kell lépnünk a megszerzésből. Ez a szándékoknak a világa, nem a cselekedeti ki. A spirituális világ. A világban jó és a rossz. Az, hogy én nézem magam, hogy rosszul, az egómmal való viszonyommal megfelelően. A spirituális világban
ahogy a barátok mondják, a teremtőhöz is adjátok mindent, és nem az egomhoz. Tehát az, hogy az ember milyen messze van a teremtőtől, ilyen alapon fedi fel a teremtőt, és a magában a gonosz. Tehát nyilván a klipák világában pedig, amikor az ember azt érzi, hogy van a jó meg a rossz, és ezek végsősorban mindannyian a megszerzési vágyhoz kapcsolódnak. Tehát én magamnak akarok jót, ugye a fizika világban és a klipákban. Olvasunk tovább. אי אפשר לנוקווה שתימצא בלי זכר, בלי אותה אשתה. A nukva nem lehet meg a férfi rész nélkül, amely a füst és a tűz a jobb a bal oldal, és a fér és a, vagy a jobb, és ebből kifolyólag ez úgy tekinthető, hogy a nő és a férfi rész együtt van a nukvában, agyiban, és miközben a nukva magából vasztja a férfit is, a különböző büntetések is megérkeznek hozzá a bal vonalról, tűzből és füstből, és a teljes korrekciója a nukvának az azáltal történik meg, hogy összekapcsolódik a férfivel, amely a jobb vonal, és akkor az összes jósága a világnak a férfin keresztül kerül. Beemelés a nukvába. A kemény ítéletek lenullázódása. Az összes szint viszonylag közel van egymáshoz, és ilyen módon mindenki a barátját korrigálja, a barát ragyogásából, egészen addig a műanyag föl nem emelkednek a tökéletességhez. És ez pedig alulról felfelé emelkedik, fel a teljesen a legfelsőbb szintekig, majd pedig felülről lefelé a teremtőnek a fénye fölébreszti a kemény ítéleteket, és ilyen módon a teremtőnek a koronája, amely a gárd, az állampőnek a kiterjedése. Tehát amikor valaki tudja a titkokat, amelyek a tökéletességet adják felülről, és felülről lefelé ereszkednek le, ez a teremtőben felébreszti a kemény ítéleteket, és ilyen módon ez a gárd, ez Zerampőnek a kiterjedése, amely a folyamatos áldást adnak a világnak, ezek az emberek, amiket igazaknak nevezzük, amelyek a világ oszlopai, és ilyen módon rajtuk alapul a világ, és ezekben is létezik a világ, és az ő imája az nem térhet vissza, az imája nem térhet vissza üresen, mert ő minden imát megválaszol ebben a világban és a következő világban is, és ez azt is jelenti, hogy a hithűek azok, akik ilyen a világ alapú. Ravit azt mondja, hogy a nukva, tehát az én kérdésem a spiritualitásban, miért van szüksége a spiritualitásban a nőnek a férfire? Hát nincs edény, amit növekedni tudna, mondja Ravit. Tehát van egy különleges dolog, a nukva kicsinség állapotában van, önmaga által nem tud fényeket kapni, kevés a hiánya ehhez. Tehát, hogy pontosan megkapja azt, amire szüksége van, az így nem lehetséges. És ennek következően kell majd belépni a felnőttség állapotba. Tehát látni kell, hogy ez hogy működik. A férfi adakozó részt, amely nukvának tekintető, amelyik gyakorlatilag fenntartja a rendszert, a kitöltés rendszerét, ebből kapnak előnyöket ezek az edények, ennek megfelelőzik a gyermeket ők között, és a nőt azt teszi férfivé, hogy, vagy a nőt azt teszi nővé, hogy megjelenik a férfi részben, előtt csak egy fél test volt. Tehát amikor a spiritualitás megfelel a fizikai világnak, abban a pillanatban nőnek nevezhetjük, női elvnek nevezhetjük ezeket nyilvánvalóan. És rögtön ki fog derülni, hogy nem tudja kielégíteni magát. A gyökerejtek megfelelően, tehát így kell hozzáállni a férfi részhez ez. A hiánynak megfelelően, amely a nukvában megjelenik. Nekünk éreznünk kell a fizikai világnak a hiányait is. Mi a nukvának a hiánya a spirituális világban? Hát ő növekedni akar, ő nem tud kiegészítő edények nélkül övekedni, de nem lehetséges. Az embernek nincsen hiánya.
Tehát például, ha megnéztek a mi világunkban, egy nőt, aki felébreszti a férfit, gyermekeket szül neki. Egyébként a férfi mit csinálna? Focit nézne? Tehát a nő adja a felébredést azzal, hogy cseszegető, hogy a hiányt el akar tőle venni. A férfinek önmagát, hogy a férfi olyan, mint egy gyermek. Mindenki. Minden férfi nagy gyerek. De azzal, hogy férhez megy, vagy megnősül, bocsánat, el kell kezdeni dolgozni, mégpedig a többiekért, a család többi tagjáért. És ezáltal kiépített családot, ezáltal válik igazából felnőtt férfivá valaki. Enélkül nem, tehát világos bizonyíték van ennek a mi világunkban. Hát nézzétek meg! Vizsgáltok meg, hogy mi hogyan működik. Oké. Na jó, de annak, aki mondják valaki, hogy aki nem nősült még meg, az nem tekintető férfinek, mondják. Oké, na de... Ugye most ott ül a kopasz gyerek, azt cikiztek egy kicsit most. Oké, tehát mi hogyan kell nőni a hiánynak? A férfiban való hiány akkor fog nőni, ha a férfi akarja, hogy nőjön, ez viszont kell a nő. Tehát a nő nélkül nincsen ilyen, a nő emeli fel a hiányt. Tehát kell egy család, az, hogy az ember érezze, hogy folytatódnia kell, hogy magát az ember kiterjessze a családban. Ez azt is jelenti, hogy meg kell szerezni a nukvát, a nukvánon belül fogom majd a fiú megjelenni. Annélkül nincsen ilyen, de ahhoz meg azt kell, hogy a nukvával összekapcsolódjon. Tehát az állatok világában is láthatjuk ezt, tehát az állatok világában is, hogyha nincs meg ez az erő, akkor problémák vannak. Megpróbálom megérteni ezt, tehát nyilván a spétes hiányra van mondani. A spétes hiány az valóban az összetapadásnak a hiánya is. Na de hogyan lehetséges összetapadás, hogyha a kadat állapotában vagy? Ez, amit én kérdezek, mi a hiánya a nukvának a spétes világra? A nukvának? Ez valami más, amit kérdezel, tehát most a nőről kérdezel. Így van, de ez teljes egészében törött, tehát tökéletesen törött, nem tudja magát korrigálni. Tehát nyilván egy pont, nem más, tehát hogyan tudsz neki össze kell kapcsolódni a férfivel, hogy megkapja a férfivel a hiányt. Tehát ő egy pont a házétól lefele, a kádott állapotában. Tehát az a zondációban van, tehát ő valóban egy egyszerű megszerző. Tehát végső soron mit kap a természettől? Ezt. Az összes többit neki kell hozzáadnia. Az meg a férfitől szerzi meg. Tehát a spirituális és a fizikai szenvedés az két részben ragadható meg. Az első, hogy mindent a teremtő cselekszik, és ő mindent a legjobb irányban cselekszik meg, mert ő látja, hogyha nem lennének ezek a borzasztó fájdalmak, amit a legtöbb teremtmény elszenved, soha nem lehetne elérni a bűnbocsánatot, ezért ő megáldja a rosszat, és megáldja a jót is. Ezért a rossz nélkül soha nem nyernék el a jót, és ebből kifolyólag minden a jót szolgálja. Kettes pont. Hogy minden a jót szolgálja, azaz, hogy nincs olyan gonosz, ami nagyon jó érdekében cselekedne, még akkor is, hogyha a gonosz önmagában jóba kell fordítani a hatalmas fény segítségével, amely teremtő ragyogtat a gonosz felett egészen addig, amíg az nem változik jóvá. Ez mind a testi szenvedésekre, mind pedig a lélek szenvedésre vonatkozik, melyek a bűnből származnak, és ilyen módon a bűn az, amely megfordítja, invertálja. Ilyen módon a bűnt meg lehet fordítani, és invertálni lehet érdemekké. Tehát nem az, ami a jó felé fog bennünket nyomni, nem a gonosz hirtelen jó felé fog nyomni bennünket, hanem fokozatosan meg tudjuk ragadni a jót, és akkor ez a rossz, amit eddig éreztünk, az... Tehát itt egyfajta kiegészítő mennyiségű jó kell, hogy meglegyen. Világos, nem magyarak? Tehát kétszeres erőt kell éreznünk,
Tehát a klipáknak az erejét meg kell tudnunk ragadni, tehát egyszer valóban ez nyom bennünket a szentség irányába, másodszor pedig hozzáad valamit, és ezzel hozzáadunk valamit a szentséghez, amit a szentség majd átadhat. Tehát ez amit a tolvaj után szaladnánk, nem éppen ellenkezőleg magyarán. Tehát az a lényeg, hogy a helyes helyre kerüljön minden. Tehát nyilván, ahogy neked megkérdezik, ez a helyes hely, annak a megfelelő helyre, ahol valóban a tolva, aki ellopta a ruhádat, azt látod kell, hogy tulajdonképpen, aki ott szalad, az is a teremtő ám. Egyet értesz, igen? Tehát aki ellopta a ruhát tőled, ugye? Askalomok, aki rab, hol van az az érzés, hogy valóban, hogy a Zohárban könnyebb imádkozni a fényért, mint a tíz fira tamányban. Miért könnyebb itt elérni a sokaság imáját? Mindenek előtt mondja rabni a Zohárt. Olyan módon tanuljuk, hogy valóban nem a teljes Zohár könyvét olvassuk, hanem ki van válogatva ügyesen. A tíz fejezetből valóban ezek kiválasztott idézetek, részletek, tehát nem kell az egész Zohárt magunkra rántani miatt, tehát a Zohárnak a többsége az egyáltalán nem érthető. Hogyha ez nektek segít imádkozni, az oké, akkor imádkozzatok. És ezáltal az embernek ki kell terjeszteni önmagát avval az elővel, amely a szavakból árad, és hogyha jó részt ragadja magára, akkor a kedusával irányuló erőkkel tud emelkedni. Ugyanakkor viszont, ha rosszul vonja magára, akkor a tumából, a tisztátlanságból lévő erők fogják ők megragadni, és a kipák felé fogják vonzani. Ami kárt okoz majd neki. Oké. Okay. Következő. Két útja az embernek, 3 szavat. Amikor az ember az igazság útján halad, ő valóban a jobb vonalon van, és kiterjeszti magára a szentségek az erejét felülről. Ez a szentség az a vágy szentsége válik, amely egyesülni akarja őt, és meg akar tisztítani a szentség, a kedves a szentségével, ami soha nem távozik el az embertől. 327. Amikor az ember az igazság, vagy a gonoszság útján halad, akkor az ő útjai eltérnek a felső úttól, és a tisztátalanságban téved, vagy a bal vonal, ez leépíti őt, és hogy írva van, nem szabad átadni magadnak, hogy a tisztátalanságból taszíts magad, mert az, aki elérkezik ehhez, a tisztátalanság állapotához, az nem is tud megtisztulni. Gerson, itt van. Tehát nyilván itt az emberek a felelősségek érzik meg. Mit jelent az, hogy nincs más rajtam kívül? Tehát, hogyha valóban megnézzük a jónak és a rossznak a tudását, várj, vagyok. Nem értem, miről beszélsz. Hát Ádám az, ami növekszik. Hát te a teremtő megtette az ő dolgát. Tehát neked állandóan érezned kell, miről szól a történet. Tehát neked érezned kell. Tehát, hogyha neked egy rossz hozzáállás azon a rendszerhez, akkor rossz is fogod érezni. Ez azt jelenti, hogy ha nem akarod a rendszert állandóan megkérdezni, akkor nyilvánvalóan ez azt is jelenti, tehát neked ki kell lépned ebből az egészből, rossz, hogy ne érezd magad rosszul, tehát neked konvertálni kell a saját hozzáállásodat és mindenféle dolgodat, az, hogy jó fiú legyél, hogy jól érezd magad, mert minden a te hozzáállásodtól függ. A teremtő az, amely rendezi neked a rendszert olyan módon, hogy valóban
כוחות הפנימיים, תכונות הפנימיות שלך שהוא מעורר, érezd a belső minőséget, az első, belső erőket, és hogy magadat képes legyél korrigálni. Azonban minden attól függ, hogy megfogod a ragadna rendszert, vagy nem. Hogyha te ellenállsz, ha nem akarod, akkor oké, szenvedj. Meddig? A csapásokig, amik meg fognak érkezni hozzád, és ez elkerülhetetlen lesz, nem tudod megúszni. Tehát ezért neked nyilvánvalóan, még hogyha nem is akarod, neked az ásványos növényi szinteken ezek szétterjednek, és ezek a szintek fokozatosan valóban a fény az, amely az ásványos növényi sáti szinteken is ragyog, és Ádámnak pedig el kell kezdeni megváltoztatni önmagadat, másképp kell megenni. Mikor nem is akarod ezt, a csapás önmagában megérkezik, és egy ilyen módon rendeződik el a te számodra, hogy a fény korrigálja téged. Azonban ez egy hosszú út, mert ez a szenvedésnek az útja, és ez is meg fog változtatni mindent. Azonban neked megvan a lehetőséged a környezettől, a tanártól, minden mástól, akkor fel tudod gyorsítani a fejlődésedet. Nem az ásványi növény és az egyéb szinteken, hanem ha te képes vagy mindezekhez tapadni, akkor nem lesz más választás, képes leszel átmenni bizonyos tanulási folyamaton, ahol meg tudod tanulni, ami történik. Tehát vagy te folytatod azt, amiben benne voltál, és akkor éveken keresztül egy megfelelőségi szenvedéssel előrébb jutsz, mert nincs még szabad választásod, és akkor ennek megfelelően egészen addig, tehát egészen addig, amíg hirtelen nem kezded megérteni, mi történik, hogy valóban egy új megértésre nem ébredsz, a felébresztés okán, amit kívülről kapsz. Ez meg tud történni, de ezt megelőzően ez semmit nem fogsz megérezni a felébresztés kivételével. Ez mindenki így éri meg. És ezzel nem nagyon van mit tenni. Tehát neked valóban lehet, hogy te beszélhet az itt a csoporttól, mindenféle zavarokkal együtt. Nagyon nehéz lesz belefogadod magad a többiekbe. Tehát ez egy ilyen nehéz periódus. Mit jelent? Mi az, ami a félrejétést okozza az emberben? Az, hogy nincs hiányod, magyarabb. Oké, tehát akkor mielőtt eléri az ember a valódi beszélő szintet, akkor nyilvánvalóan az ásványi növényi sáti szinteken halad előre. A beszélő szint, magyarabb, a beszélőszintnek a fejlődése az nyilván attól a ponttól kezdve, hogy az ember érzi a környezetét magáról, tehát érzi a környezetet, érzékelni tudja, hogy a tízes körtől függ a fejlődése. Tehát ő valóban bele van foglaltatva egy tökéletes világba, és ebben a tökéletes világban kell fényeket kapni a tízes körön keresztül, feléjük kell fordulni, ők határozzák meg a világát egy szinte tökéletes módon. És a teremtő nyilvánvalóan megadja a szentséget, és hogyha az ember nem is látja, hogy mi hogyan működik, van a tízes kör, amin keresztül el tudja kezdeni felfedezni a gyakorlatban, azáltal, hogy megváltoztatja az ő hozzáállását a többiekhez, hogy a saját megváltoztatása a minimális feltétel annak, hogy megváltozzon a belső világa. Tehát ezért az első pont Ádámhoz az, hogy elkezdek én megváltozni. Oké, menjünk át a leszke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt együtt.
שחרור